Tiszteletem, hölgyek, urak! Vágtam össze egy kis szalonnát itt, de még egy kicsit kell vágjak, mert nem ellenőriztem le, gyerekek, hogy az ünnepek alatt, hogy nem esetleg megromlott. És hát muszáj letesztelnem. Így, mondjuk ebben a formában. Biztos, ami biztos. Ki se bírnám. Jó, és akkor így egy kis lilahagyma tetejére. Látszik minden, remélem. Ez az. És egy csepp piros arany, gyerekek, hát nézzük, miből élünk. Úgy néz ki, hogy ez rendben van. Forralok vizet, olasz tészta kérem. Úgyhogy spagetti Itália. Gondtól kaptuk. És hát ennek én úgy gondolom, hogy a... Ott is van valami. Hát mennyit? Egy felet, felét. Várj, ez úgy van, hogy ez három színű. Ja. Három. Ja. Tehát teszünk. Hoppá. Ez beindult. Várjál, teszünk ebből. Össze van ragadva. Mi van itt? Ó, az ilyen be van hajtva, gyerekek. Ez mara hosszú. Ilyen kampós. Hát miért úgy csinálták? Jó, hát akkor az lesz, hogy eltöröm. Ennyi, fehérből is. Hát nézd, nem bírom. Wow! Hát mit csináltak ezek? A francot tegyem, meg kifőzöm az egészet. Nem hagyom meg olyan hosszúra. Oh, my God. Hát ti még ilyet nem is láttam, hogy... Na, ennyi. Ja, mégis csak a fele lett. Jó, szalonna is elindult szépen. Kisütjük a zsírját. Gyakorlatilag ez egy olyan étel, ami szintén érvényes, hogy ne az étel várjon a vendégre, hanem a vendég egy kicsit várjon az ételre. És ezért én már előkészítettem mindent előre. Úgyhogy mi van itt? Ez itt paprika, friss paprika, tehát édes paprika és lila hagyma le van őrölve, tehát magyarul ott majdnem, hogy leturmixoltam, de hát azért ilyen nagyon apróra, ugye nem bírok beszélni, mi az is nem van velem, nemrég keltem, processzorral vagdostam össze, ez itten zellerszár és sárgarépa, nem kell sok, csak ennyi, paradicsom, darált hús, disznó darált hús, és szintén csapcsapolt vörös hagyma. Na most a lényeg, hogy ezt hogyan csinálom, hát nézd ide, itt van egy csomó fokhagymám, és hát nem kell mindig és állandóan darabolni. Jöttök velem, igaz? És nézd be, ide bele, egy kevés olívaolaj, és egyszerűen lejöntöm az egész.
Na most ezt ezen túl, ugye ez majd ki lesz szedve, és ezt tudom tárolni egy kis üvegedényben a hűtőben. És amikor kell, akkor használok belőle. Ráteszem a paprikát és a lilahagymát együtt. A sárga répát és a zeller szárat. És elkezdjük összedinsztelni. Kicsit átpirítjuk az egészet, közepes tűz. Right. A másik tűzhelyen, oda van készítve a másik edény. Na, a tésztát is főzzük közben, gyerekek, itt több szálon mennek az események. Jó van, jó lesz, mert látom, elég is lesz annyi olaj, rendes étolaj, vörös hagyma. Igen, abban a vízből majdnem elfelejtettem sót tenni. Egy pici sót ide is teszünk, és ide is. Itt vigyázunk, ugye a szalonna egy nagyon picit sós. A gyerekek, ez a év utolsó videója, mit szóltok hozzá? Na már 30-a. Megint csak végig dolgozzuk szokás szerint az egészet. Pont éjfélre jövök haza holnap. Úgyhogy most ma bemegyek, gyerekek. Hazajövök reggel 3-ra, megint megyek 11-ig. És akkor új év napján pedig már reggel 8-ra. Úgyhogy ez így megy, de hát ez le lesz állítva, ezt én nem fogom csinálni. Van egy határ, igaz? Na, hagyjuk is ezt a témát, ezt kitárgyaltuk. Az se jó, ha nincs, az se, ha sok van. Aj, gyerekek. Na jó, hagyd menjen. Mind a kettőbe teszünk egy kis fokhagymát. Oké. Okay. Paradicsom másfél, vagy egy jó nagy. Oké. Okay. Betűrésítem. Nem muszáj nagyon pépesre. Jó, elkezdődött egy kis pörkösödés. Rátesszük a gombát, egy doboz gombát, ide pedig rátesszük a körülbelül fél kiló darált húst. Alright. És ide. Na, és vigyázva arra, hogy ne égessünk meg semmit, ugye. Gombánál ugye ugyanez van, hogy átdíszteljük. Jó, tésztánk hamarosan készen van, még nem jó, látom, még időben sem jó. Na, még elég ilyen merev állapotban van. Tudjátok, mi az a hajnali merevedés, ugye, hogy tudjuk a fiatal korban, és a Jani bácsi korában, meg a hajnal, amikor megmerevedik a derekad, ugye hajnalban, amikor felkelsz, ugye az a hajnali merevedés, nem tudsz kiegyenesedni. Na, ennyit erről a dologról. Gyerekek, mi lesz itt?
Ajajajajaj. Jó lesz ez, mit gondoltak? Nyitunk azért egy normál paradicsom szószt, aminek van egy kis paradicsom íze is. Hát, na, kinyíltál? Nem. Az anyád szentség. Menj végig. Akkor még egyszer. Hát, most mi van? Ó, ez volt az a doboz, amit leejtettem. Egy kicsit meghorpadt, vagy milyen franc lett vele. Jó. What a mess. Jó, és akkor egy kicsit áttoljuk. Alright. Olasz fűszerkeverék, tehát oregano, bazsalikom, stb. Ugye? Micsoda illat. Nyomkodjam. Nagy darabok, nem akarok nagy darabokat. Kicsit ilyen csanki, az nem baj. De ne legyenek nagy darabok. Nagyon nagy darabok. Nem volt furcsa, hogy répát is tettem meg, zeller gyerekek? Higgyetek el, hogy jó bele. Próbáljátok majd ki. Alright. Fölnyitok egy doboz gombakrémet. Meg se állítsuk a kamerát, gyerekek, és akkor... Itt van a gombánk, hagymával, semmi fűszer még nincs, ugye azt tudjuk, illetve láttuk, csak só, kevés. Ezt a... gyakorlatilag ez egy készen, így ilyen grévi, leves, krémleves, stb. Hát mindegy, minek hívod. Sokan egyszer már csináltam ezt, és beírták, hogy ez kár volt ezzel elrontani. Nem, gyerekek. De hogy ez ma már a konzerválás technika nem ugyanaz, mint régen volt. Higgyetek el, hogy ma már odafigyelnek azért ők is. Tudják az igényeket. Gyakorlatilag itt túl nagy fűszerezésről nincs szó. Ez most szobahőmérséklet volt eddig, úgyhogy itt lassan, lassú tűzre tesszük, mivel hogy ez lehet, hogy pattogni fog. Na jó, itt már elkezdődött a pirulás folyamat, elkezdődött, ami nem baj. Megy ez itt. Jó, tésztám nehogy szétfőjön, mindjárt veszem le azt is. Igen, és telenthetem a paradicsom szószal az egészet. Valószínű, hogy még egy szószt fog kapni. Igen. De egy picit várok azért. Yes. Közepes tűz, ott is, itt is. Ó, és még egy paradicsom szósz. És még bele is lesz öblítve, ugyanúgy ez is. Az ételbe. Nagyon picit higítottam rajta, nem sokat. És ez gyakorlatilag, ez majdnem kész. Egy ízesítést fog csak kapni. Ha egyáltalán kell, majd meglátjuk. Mert ez a szósz, ez be van ízesítve, úgymond. Ilyen besámelszerű dolog.
Ezt viszont, hát kicsit főznünk kell, hogy összefőzzük az ízeket. Yes. Lassan, nyugodtan lefedem, és hát lejjebb veszem, és legalább fél órán át fogom főzni. Befejező stádiumhoz érkezünk, gyerekek. Leütöttem két tojást. Ide készítettem. Oké. Ide készítettem prézlit. És ezt megtoldjuk egy kis parmezsán sajttal. Ha kicsit besokaltam, az nem érdekes. Ezt el tudom tenni, aztán majd felhasználom. Ezt összekeverjük. Ez lesz egy panír, kis liszt van itt. Na most a husi. Szíved joga, milyen fűszert használsz. Ízlésednek megfelel. Én ezt a magyaros fűszerkeveréket, sertéssült, egy keveset. De ha csak kis sót teszel, úgyis jó. Só, bors, esetleg fokhagyma, akkor sincs semmi baj. De mivel van nekem ez a keverékem, ezért ezt teszek rá. És ez megfelel. Mit mondtam, ugye ez a év utolsó főzése lesz. Ez két napra természetesen. Már holnap nem tudok főzni, nincs időm. Kedvem se lesz, gyerekek. Csontozott ez, a tarja, tarjában van. Elvékonyítsuk. Jézus. Egy gondolatnyi borsot azért teszek rá. Egy picit csak. A liszt. Tojci. Ismerős, ugye? Mindenkinek. Oké, külön magyarázni. És ez a különleges bevonat jön. Ez a parmezsán sajttal. Megvárjuk, hogy kicsit rá kössön. Ja, ez az. És akkor így tovább mind a négyet. Még ezt mutatom, ezt az egyet. Oké. Nagyon jó az időzítés, kérem. Levágok kettő darab. Mivel hogy csak kettőt fogok ma ugye felhasználni, két húst. Évi itthon van, éppen megérkezett. Alright. Az az érdekes dolog lesz most, hogy ezt a két sajtot ide beletesszük. Így. Ugye? És hát az olajat én már előmelegítettem egy kicsit,
Na, nem tudom, hogy mennyire meleg. Most, mindjárt meglátjuk. Ja, mehet, igen. És vissza is veszek egy kicsit belőle. És hát remélhetően a két szeletet valahogy bele tudom tenni. Igen, így jó is lesz. Oké. Okay. Ugye, megsütjük. Ezt meg majd holnap sütjük meg. Frissen. Jó, melegítem a szószt. Illetve hát visszamelegítem a szószt. A gyerekek itt, ha fűszerezést gondolsz, még esetleg tehetsz rá egy kis borsot. Én nem fogok rátenni semmit. És ugyanúgy ide is tehettem volna még ugye borsot, ezt, aztán azt. De eltekintünk tőle, mert önmagában elég ízanyagok vannak. Na most itt ezt óvatosan, ugye? Jó, ez is sül. Oké, most fordítom. Gyerekek, mindjárt kész vagyunk. Fontos, hogy jó forró legyen minden. Jó, ez meg is van. Még egy fél perc. Alright, nagyon jó. Kérem. Wow! Na, ahogy megyem, érezt mindenki szépen így. Spanyol. Füstölt paprika. Ebből csak. Így. Hoppá! Oké, okay, és hát a dekornak egy kis vágott hagymazöld. Voilà! Mivel, hogy holnap már nem filmezek, ezért hát vettem ki egy kis demót a holnapi ételből, hogy lássátok, miért főztem a tésztát, stb. Tehát itt van ez a darált húsos paradicsomszószos húsunk. Paradicsomszószos darált hús, ami egy kis répa, zeller, szár, ugye parmezsánsajt, és hát egy nagyon pici kis parmezsánó, és kész. Ennyi az egész, és hát ezt most kóstolóba fogjuk ugye odavinni az asztalhoz, és akkor megvacsorázunk. Alright? Remélhetően a hús melegen tartotta a sajtot. Persze, érezni még. Gomba. Nincs semmi elfűszerezve. Arra figyeltem, hát nem tudom, a só, nem sok sót használtam semmihez. Pont jó. Hogy uh-huh. A sajt is sós, itt a parmezsán is sós volt, uh-huh. Plusz még ugye a magyar fűszerkeverék, ott pedig hát ugye azért megsóztam a legelején. Pont jó. Aha. Meg hát ugye abban a gomba szószban, minden. Mártásban abban az be van ízesítve. Minden, pont finom. Ezért. Ugye nem is. Látod, még mindig. Nem raktam rá extrákat, semmit. Pont ja. Jó. A gyerekek, ez a év utolsó előtti vacsorája, holnapi pedig hát ez lesz. Ebbe csak kóstolja bele. Jó.
És az lesz a helyzet, hogy ezt én elviszem magammal éjjelre. Majd a három fele megeszem. Ott meg tudom melegíteni. Hát gyerekek, ennyi. Én is iszok kis kólát, mert... Oh my God! Aludtam is, meg nem is, úgyhogy még vissza kell menjek kicsit dögleni műszak előtt. Íztelen, ha? No, ez is jó. Olasz viszelkeverék van rendben. Neked lehet... Kicsit olyan... Neked lehet, hogy sótlan lesz. Milánóias-szerű. Tudod, a répa meg a zeller. Elmegy? Mm-hmm. Jó, akkor. Hát ilyen lett. Hát gyerekek, ennyi. Köszönöm, hogy végignéztétek. Nem, majdnem úgy volt, hogy ma nem filmezek semmit. Ugye, hát reggel 8-kor jöttem meg, aztán most megyek vissza nem soká. Hónap kemény nap, szilveszter. És a gyerekek, kívánok jó szilveszterezést mindenkinek. Új évet meg majd szóban, jó? Még addig egyszer majd, hát majd új évkor jelentkezem újra. És akkor elmondom az én újévi köszöntőmet, addig is. Hát köszönöm az egész évi lojalitást mindenkinek, mindent. És hát tényleg sok vidámságot kívánok. És hát ne, sokat ne zabáljatok, ne rúgjatok be, mert a másnaposságnál rosszabb dolog nincs a világon. Jó? Tehát akkor maradunk annyi, hogy jó szilveszterezést kívánok. És akivel nem találkoznék, hát annak kívánok most előre boldog új évet. Van egy jobbat, mint az idei. Uh-huh. Sziasztok! Bye-bye!